érezhetően elkaptuk a fonalat a bajnokságban, megszereztük az első győzelmünket is, azonban Békés Csabán fontos két pontot hagytunk ott. Hát sajnos nem úgy jött ki a lépés, ahogy mi szerettük volna, a csabaiak az életükért küzdöttek, a mi koncentrációnk ehhez képest viszont nem volt elég, döntő periódusban kimaradtak az ígyszerek, és sokszor voltunk emberhátrányban. Elég nehéz erről a meccsről bármit is mondani, csalódottak vagyunk, nyilván hosszú volt az út előtt, de nem szabad erre fogni. Tizedik percig úgymond simán ment minden, aztán valami megtört bennünk, és onnantól kezdve úgy tűnt, hogy a Békés Csaba jobban akarta ezt a meccset. Pontatlanul játszottunk, kapkodtunk, kimaradtak az ígyszereink, és ennek köszönhető a vereségünk. Nyilván nem feltett kézzel megyünk a Győr otthonába. Fontos, hogy legyen tartása a csapatnak, hisz ez a további meccseken is döntő lehet, hogy milyen szájízzel érkezünk majd oda, hisz fontos meccsek várnak ránk, és van törleszteni valónk, úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy hogy játszunk. Hát nyilvánvaló, hogy nem mi vagyunk a meccs esélyesei, de egyértelműen koncentráltabban kell játszani, mint a Békés Csaba elleni meccsen. A saját játékunkkal kell foglalkozni, és minél jobb meccset játszani a Győrrel. Szerintem ez egy nagyon jó felkészülési meccs lehet a következő bajnokikhoz.